Dinoszaurusz vs. Human, aprítós, gyilkolós, szájba verős, szétbaszós, öljünk meg mindenkit, aki él és mozog című játék. És miért ezt a fos karaktert kaptam? Na jó, tehát tudni kell azt, hogy ez egy kis speciálisabb pálya, mint az előző, amin ugye a játék készült, illetve a játék készült hülyeséget beszéltet, amin az első videóban játszottam, hiszen ugye itt egy kicsit más, és nem egy dzsungelben garázdálkodunk. És az a baj, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy én túl sokáig húzom humanként itt a dzsungelben. Főleg, hogy az úton sétafikálok. És ugye vagyunk egy páran. Konkrétan. Nem baj, megyünk az emberek után. Konkrétan fogalmam nincs, merre vannak a dínók. Hát ezt tuti meg fog csúcsálni. Tűnjünk el, húzzuk el a belünket. Na. Most egy kicsit kempelünk is. Az elég buz is lenne itt rögtön megenne az a csúnya nagy jószág. Gyerekek, ne szopassatok már! Isten, de fosok, te jó Isten, pedig ez csak egy játék. Jaj! Ne már! Ez mi? Hoppá! Team csere! Valamiért csapatcserét kértek. Nem baj, akkor kiválasszuk a favorite jószágot. Az ugye... Ups, az leesett, meghalt. Az pedig ugye nekem a Raptor, de majd meg fogom mutatni a játékot a többivel is. Csúnya nagy jószág akart megcsúcsálni az előbb. Azért kapja be nyugodtan. Keressünk egy embert, nyírjuk ki. Hol vagy? Ott vagy, genyó! Meghalsz, kutya! Hát én nem tudom, ez hova lett. De ezt úgy megöltem, hogy elment megdögleni. Komolyan. Szépen kinyírt. Jó van, Csajci. Sem tudom, hogy rád kell. Hoppá! És most akkor megmutatom nektek, milyen a T-rex-el gyilkolni vagy gyepálni. Kicsit fussunk. Hopp, 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 hopp.
Csaljuk a kilométereket. Na most mi van? Öcsém, ezek állandóan variálnak a pályákkal, komolyan. Azt nem hiszem el. Az ez nem lesz egy észszerű játék. Azt tudni. 5 percen belül a második pályaváltás. Tehát itt azért ebbe túl sok logikát nem kell keresni. És úgy látom, hogy a játékos társakban sem. Aha. Itt valahol tűnünk a dínó. Nem baj, megyünk a hang után. Jaj, kenyér, te jó Isten. Fosok, mint a... nem tudom micsoda. Komolyan. Mi van? Mi van? Semmi. Az álltó helyébe meghalt, ideg jött rá. Rájött a fosógörcs, és itt halt meg idegben. Ideg állapotba gyűjt. Fogalmazhatnánk úgyis. Az, hogy a francba ment fel oda. Hé? Hogy mentél fel oda, te nokoládé? Csak egy picit. Elhagytam egy pár fogam, meg egyebek. Jó Isten, tiszta stressz ez a játék, komolyan. Ajaj, ajaj, ajaj. Te jó. Hát, ez rendesen megcsúcsált. Ezt a gépfegyveres gyereket. Ez nagyon csúnyán megcsócsált, gyerekek. Ez úgy bekapott, töcsém, ez úgy bekapott. Össze is hánytam magam rögtön. Ez az. Már semmit se csináltam, de... Ajaj. Rattorcka. Itt láttam egy raptortot leugrani. Ez mindjárt a nyakamba ugrik. Megölel, megimád, megszeretget, figyel. Figyel, figyel, ott jön. Gyerekik. Ajajajajajaj. Menjünk a csajjal, hát ha segít. Nem hiszem. Támadjunk lesből. Próbáljuk meg. Jó, de izgi. Ez igen. Itt a másik erre megcsúcsált hálóstól. Jó persze üvölcsén, hogy hallják véletlenül, hogy mit beszélte, hatogör. Na már megint itt van, hát Istenem. Az meg 2 percet nézzen, 2 percet nem bírok úgy menni, hogy valami nagy izé baszott nagy oszkodóz, ne taposna nagyon. És megkérdezik, hogy mi ölt meg egy baszott nagy oszórusz. Megölt egy kibaszott, baszott nagy oszórusz. Szép. Igen, tehát teljesen logikus. Most megint oda rohanok, és lelövetem magam a akármivel. Lelövetem magam? Megetetem magam. Ez a... Istenem, már megint ott jön. Jó, hát akkor most csináljuk azt, hogy ezt nevezzük már Bélának. Jézusom. Na? Merre van Béla? Jó, tehát akkor ezt Bélának fogjuk hívni. Hol van Béla? Az a baj, hogy gyanús ez a csönd. Gyanús ez a csönd, nagyon. Tehát
valahol itt kellene lenni Bélának. Gondoltam persze. Na, fussunk egy kicsit. Hát, ha megtaláljuk Bélát ezen az oldalon. Nem, itt nincsen Béla. Jó Isten, álljon meg! Mondtam, hogy a nyakamba ugrik valami, nem tudom mi az Isten, ez valami kecske, vagy... Úristen. Sörétes puskás India már régen rossz. Anyám borogas. Van valami ilyen gyújtó fákjám is, de hogy minek? Tizet akarok rakni, vagy... Gőzöm nincs. Az a baj, hogy a hátam megül, meg a nyakamba ugrik bármi. Föntről meg az a tetves madár jön. Agyam eldobom. Gyerekek, nem basztatok fel most már, mi ez? Aha, csá. Bizu. Figyelj, azzal, hogy itt állunk, szerintem nem lesz jobb. Ott van egy madár-e. Fel a bőröd. Ajaj. Ott jön egy... meg a csirke. Igen, hát ez tipikusan az a szituáció, mintha egy... nem is tudom, légycsapóval ütnék egy... Nem is tudom, légycsapóval ütnék egy elefántot. Körülbelül az a kategória. Tehát kb. Annyit ér, mint halottnak a csók. Vagy atombomba ellen az integetés. Sorolhatnám másképp. Árvízkárosultnak az adókedvezmény. Tehát ez van egy pár verzió. Miért akarok én mindig átmenni ez a nyűves függőhídon, amúgy? Ja, ezért igen. Szia, hadd intézzem el, légy cí. Jó, de szép nagyot repültem. Jááááá, te jó Isten, mit csinálsz, he? Mi van bele, semmi? Hogy vagy, sehogy? Én vagyok a dinoszaurus, meg fogok zabálni mindenkit, még azt is, akit nem. Ennyi. Most mi van, semmi? Ajaj. Új, rátok férne egy Robitus szív vagy egy TikTok. Iráig érzem a szájznakotokat. Fúj. Köpedék dinoszaurusz banda. Tjú, öcsém. Ez a sok buxus sokat segít. Semmi baj, van 360 lőszerem. Amiből a legközelebbi agyoncsócsálásig körülbelül 40-et fogok tudni kilőni. Tehát ez így. Nagyon kemény, gyerekek. Miért érzem úgy, hogy a hátam mögött jön? Mindegy. Mondom, bazd meg, ott jön a hátam mögötte. Ajaj. Vagy nagyon közel van, vagy a hátam mögött jön. Na jó, van, menjünk. Hol vagytok, bogyókák? Kihezett meg egy kis ólomra. És hol van ez a tölte? Ott van. Ott van, de maradjunk csöndbe. Kösz. Pfff, ki ezt te? Hányd össze magad, fúj! Töjj, köpedék dinoszaurusz banda. Öcsém, ezt beleeresztettem fél tárat, két bombát dobtam a nyakába, röhögve meg ezt.
Öcsi. Kék ezek te. Na jó van, akkor majd egyetek a lángból. Ojjaj, már valamelyik dübög. Valamelyik már balhézik. Pontosítok, mióta a videó megy, még senkit nem sikerült megölnem. Az azért ez azért nagy haladás. Ehhez azért külön kell gratulálnom magamnak. Nem tudom, tehát ez azért súlyos. Jaj, valakinek gyomorrontása van. Na jó, menjünk. Egyek kutya. Az a madár ott szórozik. Most mit csinálsz? Befagyott vagy? Vagy az ott mit akar? Nem tudom. Ez az, megöltem egy afkoló dinoszauruszt. Azt a kurva! Nagyon ügyes vagyok, gyerekek. Nagyon ügyes vagyok. Oké. Eddig tartott. Az van gyerekek, hogy eddig tartott, bár valaki megölte utána. De azért én egy kellemes kis csali voltam neki. Jó, hát ezt ráfogjuk a csapat szellemre. Simán. Öcsi. Már ne, itt van egy másik csávó. Ez az, megöltem még egy nagy dögöt. Gyorsan nézzük meg. Ott hánta össze magát. Egyem a kis szívét, itt van-e? Itt, hova tűnt? Tik! Ott az a madár. Annak segíteni kell. Illetve a csávónak, hogy a madárról ne szarogjon. Tik már, he! Elvisz a madár, he, lőd már le. Genyó. Ne, tegyél le, te disznó, anyád! Köcsög. Bazd meg, ledob egyenesen a tigrek szájába. Köcsög. Istenem. Jó, de tehát ha megöljük őket, ugye akkor már a játékos szám miatt nem támadhatnak. Izével. Nagy jószággal, mert 8 játékosnál kevesebb van a pályán. Ugye úgy már azért viszonylag elég bonyolult a dolog. Jaj, már megint itt van egy nagy jószág megint. Nem baj, betöltjük ezt a vackot. Csúnyán megcsócsált, de csúnyán megcsócsált. Oké, srácok, ebbe a videóban jelenleg ennyi fért. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és ezt mindet köszönöm nektek. A következő videóban szintén folytatjuk ezt a bulit. Köszönöm, sziasztok!